Mutassuk be Ligeti Andrásként. Hát már reggel, András, hajnalban, mert 8 és fél 9 között már üvöltöttem a mikrofonba, hogy maga Ligeti Andrew következik. Már reggel bekonferáltad a Andrást? Hogyne, hogyne, hát eszeveszett izgalom volt, ez kétségtelen. Kiváló karmester, úgyhogy legyen nekik. András a Matáv Szimfonikus Zenekar zeneigazgatója, és egyébként egy utazó nagykövet is. András, hogy bírod a meleget? Ez egy nagyon jó kérdés. Az angolok mindig ezt szokták kérdezni, és te sokat jársz Angliában is, úgyhogy ezen biztos nem lepődsz meg. Hát hogy bírod a meleget, András? Én köszönöm szépen, rosszul. És akkor rosszul. Mit csinálsz, amikor rossz izzadsz, vagy valami nem, más zenél, is csinál? Dühében zenél. Nem, mindig egy másik országra gondolok, ahol még kevésbé bírom. Most pedig? Hát most például Japánban voltam, hát itt nagyságrendel jobb a meleg, mint ott. Mert ott párás és sundok. Párás és ragadós trutyis. Mely városok voltak célba véve? Tokió és Kanazawa, és még egy, azt elfelejtettem. Az utaz, esküszöm, egy motor. A Kanazawa nem. Ez Kawasaki. Nem járják a motort, a Kanazawa motor. Na? Komolyan? Mit tesznek az európai zené? Mert mondtad itt az adás előtt, hogy Beethoven dirigáltál, olyan emlékszem. Szóval mit tesznek az európai zenén a japánok? Nem a zenészek, mert azt még csak-csak értem, mert őket valahogy megfertőzik. Már azt értem, de az most nagyon messze vezetne. A közönség az mitől élvezi a európai zenét? Nekem az érzésem, hogy nem is annyira az európai zenét eszik, ahogy mondod, hanem Európát eszik, tehát az európai kultúrát. És akkor egy sík egyben, meg hangzásvilág is? Nem sík, hát nekik mondjuk olyan fokon nincs ehhez hasonló zenéjük, hogy... Egy kedves népdal. De élvezik ezt, András? Rettetesen. Mert hogy voltam én a pekingi cirkusz vendégjátékán, ugye mi, bocsánat, pekingi opera vendégjátékán, mert Freudi elszólás volt, hiszen a pekingi opera olyan, mint a cirkusz. Na most ott mindenki tapsolt az előadás végén, de halálosan unta ugyanakkor mindenki, csak lehet, hogy annak örültek, hogy vége van, lehet, hogy annak örültek, hogy láttak valamit, amit soha nem láttak, de biztos, hogy semmit nem értettünk belőle. Talán ketten a színházba értettek, azoktól elnézést kérek. Szóval a japán ember érti, hogy mi történik ott a színpadon, amikor ti húzzátok, vonjátok Beethovent? Én azt gondolom, hogy igen. Ezt az ember valahogy megszokta a hátán. Hát ott süt, vagy nem süt, hogy ez ott lepattan ez a zene, vagy pedig egyszer átfolyik rajtuk. Mondjuk az nem véletlen, hogy ha végnézel egy japán zenekar műsor kalendáriumát, akkor gyakorlatilag csak népszerű művek vannak. Tehát mondjuk nem érdemes próbálkozni Pendeleckivel, mondjuk. Vagy Martinu szimfóniával, vagy akár a magyarok. Így vannak ezzel a rádió. Egy jó kis sömbegre rágyújt hirtelen. Zenélünk rövidesen, jó, mert azért rendkívül jó szórakozunk. Szóval elmondtuk, hogy a Capricciót hallgatják a hallgatók? Nem, hát először is volt szignál, csak Ligeti annyira felvillanyoz, hogy rögtön belecsaptunk. Egyrészt van telefon 312-3000, tehát 312-3000. Másrészt van egy SMS-ünk, ami 9986-986, 20-as előhívószáma. És lehet idén, nem csak idén, hanem ma is nyerni természetesen egy pompás lemezt, amit személyesen a mester celebrált. A kérdés majd elhangzik idővel. Idővel? Mondjuk most el, hogy legyen idő gondolkozni. Jó, mondj, az első zen előtt rögtön mondjuk el. Rögtön ki szokták találni. Igen? Becsület szavamra. Jó, akkor az zene után mondjuk, és viszont hallgassuk most az első zenét, ami Bahédu francia szvitje lesz, abból is az Alman tétel. Természetesen, vagy talán nem természetesen, de ebben a műsorban mégis természetesen nem az eredeti hangszereken, hanem ezúton ütő hangszereken fogjuk hallani. A Safri, vagy Safri? Nesta. Safri Duo játszik.
Ezután csak annyit merek elmondani, hogy marimbán hallottuk Bach Édu Francia szintjének egy részletét. De ezt hagyjuk is, mert a Ligeti Karnagyúr, aki a ma esti vendégünk, egy érdekes sztorit akar nekünk elmesélni. Nem tudom, hogy bármi köze van-e ez, amit elhangzott. Valószínűleg nincsen, de ránézett is. Valami debreceni sztorit, hogyha ezt gyorsan elmondanád, András. Amit hát ez most nagyon nem fog ide inni. Nem, az nagyon jó. Úgyhogy akkor rögtön el is mondom. Csak ez a, mert azért néztük az órát, hogy mikor lesz már vége, mert én megszoktam, hogy hallgatom a zenét, és akkor annak előbb-utóbb csak vége lesz. Hát a hallgatók is vannak ezzel is sokszor. Egyszer Debrecenben még ifjú karmesterként dolgoztam, próbáltam, és mint minden hülye karmester, és fogtam a karórámat, és levettem, és letettem a pultra. Meg ne kérdezz, hogy ez miért karmester szokás, az. Valamiért, hogy ne menjen gyorsabb a rázás közben, nem tudom. De mindesen ott volt az órám, és nagy hadonászás közben egyszer csak egy laza mozgattal levertem. Mire a brácsa első pultján egy idős hölgy megszólalt, de halál őszintén, és kikerekedett szemek, hogy Isten, karnagyúr, csak meg ne álljon, mármint az órám. Hiszen akkor a próbának... Közben titom a koncertmester, meg lenyúlt a Rolexet, úgyhogy én óvatosabb lennék. Dávid, mégis a mester te A-tól Z-ig ismeretlen, L-től A-ig minimum, vagy Dávidot A-től A-ig. Mondtál, akit nagyon tisztelünk. Bálintott. Nem, de nem baj. Dávidot se mondtál. Baj. Igen? Igen. Igen. Ez a Freudi elszólás, hogy Zsoldos Dávid nincs de itt, vagy pedig megkönnyebbülés. Nagy, hát legközelebbi kedden itt van. Akkor B-vel kezdem, Bálint. Azért a mesterbe kéne mutatni. Talán van egy-két hallgató. Igen. Én szerintem abszolút az elejétől a végéig valamit azért. András, mielőtt bemutatkozik, mert azért az Andrásra hagyjuk ezt, én annyit elmondanék, hogy András hegedűs. Ezt azért mondom neked, mert ezt szoktad általában fricskázni a karmestereket, hogy miért nem oboáznak, aki oboázik, az miért nem karmesterkedik. Szóval András hangszerjátékos. Én úgy emlékszem, András, hogy így indult a karriered, és akkor innen folytasd egy pár szóban. Van hallgató, azért tiszteljük meg, jó? Tudom, hogy rettegsz tőle, de most itt van a fülünkben, úgyhogy halló, halló, halló. Nem, ez már sajnos kiesett, hál' Istennek. Nem, még egyszer megszólalt, halló, 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 kicsöngünk. Ha Capriccio hívja, akkor mi vagyunk, ha nem azt hívja, akkor nem mi vagyunk. Halló. Nem. András sztoriát hallgassuk, tehát hegedűsként indultál, igaz ez? Egy nagyon, nagyon rövid sztori, hál' Istennek, mert én tényleg hegedűsként kezdtem a pályafutásomat. Zenei versenyt is nyertél. Pontosabban sámfán, ez a pontos történet, mert a nagyapámnak volt ilyen ősi sámfája, ez a régi ilyen nagy rugós sámfa, és anyám meséli, hogy én pár éves koromban leütem a sarokba, ahelyett, hogy fociztam volna, mint egy rendes gyerek, vagy egy normális gyerek. Én leütem, és ott valamit énekelgettem, és hozzá suroltam a két sáfát, ami eszméletlen hangja lehetett. Most ebből azt a következtetést mondták le, hogy akkor az a gyerek hegedűre termett. És akkor elindult a hegedülés, de már akkor című szoklásos. És tudtad, hogy karmester leszel. Igen, hát valahogy. De miért van az, hogy a tulajdonképpen a zenészekből hajlamos, hogy muzsikusokból karmesternek lenni, de aki eleve kapásban, mondjuk a konziban, vagy pedig az akadémián karmesternek indul, az nem nagyon teszi le egyszer a párt, hogy azt mondja, hogy ettől kezdve én oboázok. A kérdés nagyon jó. Ezt még nem hallottam. Mondom, gyere hetente ide, minden héten kétségbe estem, kérdezem, hogy végre egy igazi karmester. Miért van ez, hogy egy irány az utca csak? Hát valószínűleg azért, mert azért van. Én azt hiszem, hogy rosszul oboázni, az baromi nehéz. Rosszul dirigálni, baromi könnyű. Tehát valószínűleg ezért nem működik a dolog, hogyha valaki akár jól, akár rosszul dirigál, utána nincs az a nehézségi fok, ami fölér avval, mint mondjuk rosszul oboázni. Na most ugye ez azt is el lehet mondani, hogy ha valaki rosszul oboázik, az előbb-utóbb föltűnik azért még a legbotfülőbb közönségnek is. Ha valaki rosszul karmesterkedik, az előbb-utóbb sem tűnik föl sajnos a közönség nagy részének. Mindenféle meg tudjátok különböztetni, hogy drága mester, maestro. Ez ugye egy nemzeti titulus, tehát lehet ezt mondani, egy maestro. Lehet, nem kell. Akkor nem kell. Tehát megérdemlem, de nem kell. Ja, ezért mondom, hogy maestro kiszúrja az ember ebben a bőrületes hangzavarban, amikor egy nagy zenekart vezényel, az mondjuk tiszta, feltöltött létszámmal hány tagú, egy olyan igazi nagy? Hát olyan igazi nagy, olyan 100, 110, 120. De most ott áll előttük az ember, ki tudja bökni, hogy a 72. trombitás és a bal négyes, nem tudom, brácsás, bal négyes páholy, az valahogy nem lusta, nem jó félrehúz, rossz ritmusban lépett be, stb. Lehet ezt fizikailag felfogni? Azt hiszem, hogy igen.
ha az ember elég jól tudja a darabot, akkor nagyon, ha az embernek van ideje szemétkedni, akkor ezt meg is teszi. Ez kell is, nem? Hát ember ránézik, kicsit dúltan. Csak... Hát nem, eleve úgy kell nézni, és akkor mindenki magára veszi. Menjünk tovább, az András életrajzánál tartottunk, azt megtudtuk, hogy sámfa meg hegedű. Mikor lettél karmester? Nem dátumszerűen, hanem mennyi idő után szó a hegedű? Én teljesen legálisan lettem karmester, felvételiztem. Szóval a mostani szokás de ellentétben. De neked a zenei karriered a pódiumon hegedűsként indult. Abszolút. És abszolút. Sokáig is hegedültél. Sokáig. Ez mennyi idő volt? Én 1980-ban Amerikában megnyertem egy versenyt, és akkor eldöntöttem, hogy karmester leszek. Tehát hegedű versenyt nyertem, és akkor az egy elég jó indulás akkor volt. Akkor ez kellegében nyugtalanná teheti a zenekarod hegedűseit, élen a koncertmesterrel, mert az embernek egy abszolút profi vonós áll az élén. Hát igen, de van egy rossz szokásom, hogy időnként beülök hegedülni a koncertmester, és akkor megnyugszanak, hogy azért nincs olyan nagy baj már náluk. És akkor ki vezényel? Most akkor senki, akkor nyugalom van, béke van. Mi lesz zene? Mielőtt még a zenébe benövegyünk, azért tegyük fel a rejtvény kérdést, mert többen valószínű arra várnak már egy csőre töltve. Egy számra vagyunk kíváncsiak, Gustav Mahler hány szimfóniát írt? Ezt azért kérdezzük, mert egy lemez van a kezemben, amit Ligeti Karnagy urak köszönünk. Az ő általa vezényelt lemezről van szó, amin Gustav Mahler harmadik szimfóniája és Richard Strauss Rózsalovak szvítje hallható. Ebből az is következik, hogy legalább három szimfóniát biztos, hogy írt Mahler, de azért ennél valószínűleg többet. Zoli mutatja, hogy vegyük fel a telefont. Igen. Ne vegyük fel a telefont, én azt mondom, hogy kérjük szépen a hallgató tartson ki, hogyha komolyan gondolja, hogy minket akar érni. Mielőtt a következő lemezt viszont elindítjuk, megkérdezem Andrást, hogy osztod-e azt a véleményt, hogy Beethovennek a páratlan szimfóniái kevésbé sikerültek, mint a páros szimfóniája. Pontosabban fordítva, a páratlan szimfóniája jobban sikerültek, mint a páros szimfóniája. Maximálisan nem osztom. Ez egy válasz volt. Maximálisan nem osztom, meg tudnám indokolni, de szerintem... Szerintem itt nem kell, ez egy egyértelmű válasz volt, és azzal egyetértesz-e, hogy az elsőtől elindulva a 9. szimfóniáig viszonylag egy kiegyenlített ív vezet minőségben és komolyságban és Beethoveni hangvételben az 1-től a 9. Majd az első az még a Haydn szimfónia, a 9. meg már az már olyan Beethoven, amit nem lehet felülmúlni. A Beethoveni Beethoven. Hát igen, tehát ilyen értelemben egy híd mondjuk Haydn és Mahler között, mondjuk némi túlzással, hogy ez nem egy teljesen egyenletes életmű, abban biztos vagyok, mert olyan visszahatások vannak, és előremutatások egyik szimfóniából másikba, pontosan a páros szimfóniát, tehát a 2-es, 4-es, 6-os, 8-asnál, ami tudnék bizonyítani, nem fogom most megtenni. De azért nyilvánvalóan egy hatalmas nagy ív az egész. Ugyan, van kedvenc Beethoven szimfóniád? Amit legjobban szeretsz vezényelni? Hát most nagyon népszerűtlen leszek a 4. Az elsőt fogjuk most hallani, természetesen csak egy részletet. Sejtettem, hogy az első lesz. Az első szimfóniából hallgassuk meg a 4. tételt, a Clevelandi zenekart Christoph von Dohnányi vezénylik.
Beethovennek az ő első szimfóniáját hallgattuk, Ligeti Karnagyó szerint ótvarosan hamis trombiták a helyenként. Benne? Bocsán, én egy hangra mondtam, egy hangzó D-re, az baromi alacsony volt. Hát ez egy kereskedelmi adóval már így interpretálódik, Szandrás. Biztos, hogy ez hamis volt az egész, kész. Szerintem eredeti trombitát játszották, és az gyárilag hamis. Jó, hát ez egy jó hír. Én megmondom őszintén, hogy arra szeretném kérni a hallgatókat, mindezt a másfelet, aki van nekünk, a családtagon kívül, a Kápricsó hallgatóit, hogy állítsanak össze egy ilyen válogatott 11-et a karmesterekből. Ha lehetőség szerint hagyják ki Fischer Ivánt, aki engem idegesít, és állandóan rohan, és Kocsis Zoltánt, aki szétesik. Miután én zenei pályára nem készülök, és gyakorlatilag ugyanitt a zenészek most megpróbálnak a saját maguk tompított finomságával lefogni engem. Zoli, ezt be tudjuk annak, hogy írói munkásságom része. Hát az írói munkásságom része. Szétment. A fogadat szétválták, igen. És mindezt egy komoly érzéstelenítésre tették. De azért egy válogatott 11-et, tehát akár a Zubi Métával, avval a borzasztó Kurt Mazurral, aki egy ilyen bakafántos csizmába dübörög végig a zenei világon, és állandóan Oberschubenführerként léptetik elő. Ki a legjobb? Tényleg, nem tudom, hogy van-e ilyen, akit az ember azt mondja, hogy szívesen ez a legjobb 11. Nem tudom, hogy Christoph von Dohnányit benevezzük-e. Hamburgi polgármesternek az unokatestvére jobb volt. Jó. Kész, jó. Pont. Én ezt elfogadom. Ez SMS. A válogatott 11-et nyomják össze. Akár karmesterekből bevehetnek mást is, mondjuk egy igazi zenészt, akit igazán szeretnének hallgatók, és akkor majd megszervezzük őket legalábbis hangzásilag. Na. A Kapricsot hallgatják a kedves hallgatók 22-kor, 10 óra 22-kor, az SMS számunk pedig 0620-9986-986, és van egy telefonunk, ami csöng, úgyhogy föl is vesszük. Így van. De nem, mert ő velünk szórakozik. Nem, ő mi pedig szórakozik. Mi is akkor nem vesszük föl, mi is szórakozunk tovább. András, nagyon sokat utazol. Mit csinálsz a repülőgépen, miközben 10-15-20 órákat Budapest és Sydney között ülsz a repülőn? Mit csinálsz? Alszom. Rettetesen jó tudok aludni a repülőn. Arra gondolod, hogy benyomja a telefont? Nem, hát vagy tanulgatok. Hogyha nagyon meg vagyok szorul, akkor tanulok. Markottát. Persze. Zenét. Persze. Vannak kikötéseid, hogy milyen osztályon utazol, és milyen szolgáltatásokat kívánsz igénybe venni, amikor téged meghív egy külföldi fél? Ezt azért kérdezem, mert a popzenészeknél ugye a szerző... szakember. Nem repülőtársasági ebben az esetben, hanem a popzenészeink, akiket időnként szponzorálunk. Tudom nagyon jól, hogy azoknak a honorárium mellett egy komoly részét teszi ki. Tehát attól olyan drágák, hogy ők első osztály, meg aludni akarnak, meg... Hát aludni szóval hagyján, de... De nem, hát ahhoz három ülés kell, meg ágyat kell. Szóval vannak ilyen dolgok, szóval neked vannak ilyen igényeid. Biznisz. Biznisz. Ez normális emberüléleti. Igen. Milyen pálcád van? Hát most egészen civilizált lettem, mert valami fából készült pálcához jutottam. Nem tudom honnan, mert tulajdonképpen kaptam, de korábban volt egy nagyon jó pálcám, amit a kocsis majdnem lenyúlt, de aztán nem sikerült. Az neki. A típus. Azt nem tudom, biztos nem, de na. A pálcám az megmaradt, ami egy nagyszerű pecabotból és egy pezsgős dugóból készült. Ez komolyan? Az, igen. Méghozzá te csináltad? Nem én csináltam, hanem Pécsett egy nagyon kedves ismerősöm, és ez egy nagyon jó pecabotnak a spicce, és általában 8 kilóig jó már, 8 kilós halat. Mely zeneszerzők szeretik ezt a pecabotot? Haydn-en talán, vagy Beethoven, vagy Bach, vagy valaki kifejezetten allergiás rá? Tehát mondjuk Mozart visszaszól, hogy na, ez egy kicsit ne. Nem tudom, hát ebben a pálcában csak jó tempók vannak, úgyhogy... És hány pálcád van? Pillanatnyilag azt hiszem van kettő. Kettő, egy használt, meg egy... Te... És egy, amit nem használsz? Hát ami tartalékban ott van, hogyha elszállna a pálca, vagy olyan volt, hogy a markol az a kezembe maradt, és... Mi van, ha olyan zeneszerzőt kell dirigálnod, akit utálsz? Nem dirigálja. Hát most már nem. Megtagadtam, mert megengedted magadnak. Most már nem dirigálom. Ki ő? Volt ilyen az életedben? Igen, ha már itt tartunk. Hát elég sok, és most egyet sem fogok mondani, mert... Fáj ez nekem. Mindegyik kortárs zeneszerzőt azért nem akarod mondani, vagy pedig egyszerűen nem akarsz szint vallani itt a lendő zenekarai nem, előtt? Ez egy kényes kérdés, nem azért, mert félnék kimondani, hanem lehet, hogyha más olvassa ezt a partitúrát, akkor talál benne valamit. Én nem találtam, következésképpen soha többet nem. Na jó, hogyha már itt a közhelyeknél tartunk, akkor azért azt a közhelyet is megkérdezem, hogy azért vannak-e olyan művek, amelyeket nagyon-nagyon szeretsz dirigálni? Vannak. És ezt azért elmondod a hallgatóknak, vagy ezt se osztod meg velünk? De nagyon szívesen, bár ezt jobb szeretem a színpadon tenni. Általában nagy romantikusok és a 20. századi
Stravinsky, Bartók. Igen, azt megfigyeltem, hogy te szereted, hogy nagyon sokan vannak a színpadon. Nagy hát zenekar, ez nem csak megalomány, az is, de nem kizárólag arról szól, hanem mondjuk a zenekari hangzás szerintem ebben az időszakban teljesedett ki igazán zenekari szintű. Drága mester, ez az egész, ma már azt hiszem show businessnek hívnák, de egyébként régen is, nem indított arra, hogy amikor vezényled a zenekart, akkor az egyben egy koreográfiát is csinálsz, tehát egy látvány. Nem csak hangzás, nem látvány. Sőt, tulajdonképpen egy-egy zeneműnek kell, hogy legyen sztoria, mint hogy a verset tulajdonképpen ugyan egy személyben mondja az ember, de eljátsza, mert egy monodráma is lehet, megfelelő műfajokra behelyettesítve. Ugyanez a, egy 100, nem tudom, musztagú zenekarban, hát ott van azért mozgás, lehetnek gesztusok, lehet hozzá sztorit írni, vagy elképzelni. Sajnos nem. Sajnos soha nem csináltam koreográfiát, ezt többen hiányolták is, mert állítok, ez egy többmázsás karriernyi előrelépést jelenthetne adott fogjunk esetben. Fogjunk bele! Viszont a dolognak van egy olyan része is, hogy történetesen nem van nagyon rég, egy pár hetet dirigáltam Stravinsky Petruskáját, és néhány nem muzsikus, hangsúlyozom, nem muzsikus ismerősöm, barátom megjegyezte, hogy marha jó eltáncoltad a Petruskát, és olyan jó, hogy volt ott egy pár zenész, aki ezt kísérte. Tehát ez önmagától alakulhat, vagy lehet egy olyan látszat, hogy ennek van egy koreográfiája, de ez semmiképpen nem kiadja a dolog. Téged ez irritál a Bálint? Hát tényleg, hogy mozognának a vonósok, a fúvósok, a... Engem igen, mert ez egy kicsit a cirkusz irányába vinni el a dolgot, és ez nem az. És ha egy zeneszám, akármelyik darabhoz az ember azt mondja... Az a balett, Zoli, maradjunk abba, az a balett. Tehát jó, írjuk történetet, jó, szerintem kész. Szerintem az a balett. Le vagyok lőve. Nem, én szerintem 312, az a balett. 312-3000, SMS 0620, 9986, 986, hogy lehet lemezt nyerni? Úgy lehet lemezt nyerni, hogy valaki végre meg SMS-ezi nekünk, hogy hány szimfóniát írt Mahler. Jött egy olyan kedves biztatás, hogy azért mindig hallgatnak. És itt vár egy lemez valamelyik hallgatóra, úgyhogy Mahlert lehet nyerni, de a kérdés is Mahlerről szól ezúttal, tehát hogy hány szimfóniát írt Mahler. Azt tudjuk, hogy 106 szimfóniát írt. Egész nap azt csinálta? De valamikor Ligeti Karnagyú tiltakozik. 104. Jó, az a zenei lexikon, amit én néztem, az 106-ot írt. Ezt majd megbeszéljük adás után. Biztos így van. Minden esetre azt a 100 sorul fel a 104. De most ezt abba hagytam. Hanem mi jön? Hát ami jön, az egy napszak szimfónia. Haydnnek nagyon sok olyan szimfóniája van. Nem, Haydn szeretett, lehet, hogy nem Haydn adta részben az utókor adta, de Haydnnek vannak ilyen medve, meg tyúk, meg vadászat, meg katona, meg üstdob ütés, meg üstdob pergés, stb. Szimfóniái. Nem mondod. És van egy napszak sorozata, reggel, délbe, este, és amit most fogunk hallani, az a dél szimfóniájának a negyedik tétele.
Kapricsóba vagyunk továbbra is, hello, ez Fejér Zoltánnak a és Nagy Bálint és Rigeti András karmester úr, a maestro, így viszont van. Fejér Zoli most eredményt hirdett, mert rengeteg SMS-t kaptunk. Ez volt a mi írói költői kísérletünk egyik nagyszerűsége, de nagyon kedves SMS-ek jöttek, írt Sanyi, aztán Krista, aztán egészen Csaba is. Hihetetlen nevű gentleman. Az igazság szerint, hogy 22-29 perc, 04 másodperckor Sanyi megnyerte, azzal, hogy 10 Mahler szimfónia vagyom, bár ebben Krista vitatkozik, 22-30 perc, 33 másodperckor azt mondta, hogy 9 és egy fél. Mi az igazság? Most, hogy ebből ne legyen pontosan, hogy ne legyen tudja Mahler telefon számát, kérdezzük meg. Persze, szerintem ma a Karnagy urat kérdezzük meg. Hát itt valószínűleg az adhat okot félreértésre, hogy a Dala Földről című hatalmas szimfóniája, az nem szimfónia, mert nem nevezte szimfóniának, de lehetne azt, tehát tulajdonképpen, ha azt is hozzáveszünk, akkor kétségtelen 10 plusz 1 csonka szimfónia, de a tradicionális számozásban a tizedik az utolsó, és nem befejezett. Köszönjük szépen, tehát akkor maradjunk a 10-be. Sándor megnyerte, Zoli a rendkedvére a telefonszámát, hogy megvan, tudjuk, Sándor megvan minden. És akkor hogy mikor veheti holnap át. Vörös Marti hatalmi. Sajnos meg kell mondanom, hogy a kedves hallgatók abban nem érdekeltek, úgy látszik, hogy összeállítsanak egy legendás 11-et. Ugye, bár egy, mondjuk egy kamarazenekar, az hány tagból áll? Múzicsidi Róma. Például. Mondjuk 14. Én megelégszem a 11-en is, hogy 11 vagy kiváló karmestert, vagy 11 kiváló zenészt, és akkor ez lesz a mai Kapricsónak a topja. Zoli, ne nyissuk meg, maradjunk a karmesternél. Zenész, meg karmester, de nem más. Igen. Bocsánat, miért? Minden karmester zenész, de nem minden zenész karmester. Ugye? Igen. Én abba hagytam, benne maradt minden, ami lehetséges. Ez kizárt dolog, Zoli, hogy benned maradjon valami. Na, akkor kanyarodjunk viszont vissza Haydnhez. A legutóbbi zene ugyanis, amit hallottunk, az egy szimfónia volt, a Dél-szimfóniának egy tétele. És még egy Haydn zenét fogunk ma hallani. Semmi különös oka nincsen. Hoztam egy-két szimfóniát, hiszen karmestereket meg szoktunk tisztelni szimfóniával, mert egy nagyon karmesteri mű, vagy műfaj pontosabban. Semmi oka nincsen. Nem egészen, mert... Na. Mert emberem ingyen jött. Én, ha tehetném, Haydn szimfóniákat nem is dirigálnék, hanem beülnék és hegedülnék. Mert szerintem az karmester nélkül kell Haydn szimfóniákat játszani. Ami igazából nem igényel. Mondjuk az utolsó nagy szimfóniákat, a londoni szimfóniákat leszámítva, igazából nem igényel karmester. Nem véletlenül a korai szimfóniákat csembalóval szokták kísérni. Tehát a ugyanez egy karmester nem hadonászik, hanem valami emberi hangszere játszik. De hogy bírja ki, drága maestro, hogy miután kiváló hegedűs, hogy nem rohan oda, hogy kikapja a kezéből mondjuk akár, hát most nem akarom megsérteni természetesen a zenekar tagjait, de akár melyik hegedűs a kezéből, hogy na elég ebből, ide figyelj, ezt így kell. Van egy nagyon jó módszerem. Én abszolút nem gyakorolok. Következésképpen nem nagyon megy a hegedülés. Ebből következően pedig nem vállalom azt, hogy égetem magam a kollégák előtt, de ha mondjuk beülök, akkor előtte azért gyakorolgatom. Ravaszak, az X-team vitatkozik veletek, mert azt mondja, hogy mégis csak 10 Mahler szimfónia volt, szerintünk is. Igen, okay. Nincs vita. Viszont abban sem lesz vita most a Bigeti Karnagy úr és közöttem, hogy a következő zené az egészen biztos, hogy nem kell karmester, mert egy vonós négyesről van szó, egy hely vonós négyesből fogunk egy rövid részletet. Vonós négyes ez? Azért ez elég furcsa lenne, hogyha egy négy embert egy ötödik vezényelne. Maradjunk abban, hogy ahhoz nem kell, viszont ezt a vonós négyest, ezt azért fogjuk, pontosan a vonós négyesnek egy nagyon rövid részletét azért fogjuk meghallgatni, mert lehet, hogy többek nem tudják, és most fogják felfedezni azt is a homlokukra csapni, hogy a német himnusz, amit mindjárt német himnuszként ismerünk, az idősebbek osztrák himnuszként is ismeretik, hiszen 20-ig majd 29 és 46 között osztrák himnusz is volt, nem más, mint Haydn zene. Mégpedig ebben a vonós négyesben hallható, 1922-től Deutschland über alles címmel lett a német nemzeti himnusz. Egyébként eredetileg, amikor 1797-ben Haydn visszatért az egyik angliai útjáról, sokat járt Angliába,
akkor ugye ott nagyon sokat hallgatta, akkor már nagyon divatos volt a God Save the King, és ennek a God Save the Kingnek a mintájára komponálta meg a Gotterhalte Franz den Kaiser kezdetű dalt, és ez lett a Deutschland überall lesz, amit most hallunk. Aztán jött az Anschluss, és osztrákok lemondtak róla, nem? Azt nem tudom. Valljuk be. Hallgassuk. Halló. Az a jó, hogy hárman vezényünk, én soha az életemben nem vezényeltem, és végre leegyezhettem. Apropó, meg van tiltva, hogy kézzel is kalimpáljon az ember? Már bocsánatot kérek, mester. Tehát, ugye nincs arra törvény, csak szokások, hogy az ember vagy pálcát használ, vagy a placliát. El lehet nyugodtan. Jó. Nem kötelező. Megnyugodtan. De praktikus. Ez valószínűleg az operai gyakorlatból jött, hogy mondjuk a kórus is a színpad mélyén láthassa a mester Trasliát. 10 óra 41 perc van, a Capriccio-t hallgatják. Így van. Capriccio. A Rádió Café 986. Klasszikus zenei kávézója. Minden kedden este 10-től régi zene egy modern rádióban. Klasszikus tekerés. Sokat vártunk rá, de ez is megjött, mint az ezredforduló. Elindult a Rádió Café 98.6 online. www.radiocafe.hu A hely, ahol megnézheted, amit hallasz. Sőt, meg is hallgathatod, amit látsz, mármint a neten. www.radiocafe.hu Kukkancs be és teszteld velünk együtt. Szavazz a legjobb műsorokra és műsorvezetőkre. Szavazz ránk! Gyere velünk, csináld jobban! www.radiocafe.hu Legyen ez a kezdőlapom! Hájden nem nyert. Egy hallgató áll. Viszont kaptunk egy SMS-t, ami úgy szól, hogy miért Haydn, ugye föltette az Zoli a kérdést, megválaszolta az SMS-hez ő, mert sokat írt, a konziban is ezzel kergettek őrületbe, anno dögunalom. Igen, valljuk be őszintén. Hát ez a vonós négyesecske, ez egy picit lassú, igen, ez a Zoli tempójához kicsit lassú. Megőrültem volna hosszan hallgatni, hogy ebből aztán hogy lett egy ilyen derék mars, amire mindenféle emberek járkáltak fel is alá. Ez a németek kellettek. Helyej. Osztrákok kevesek. Vendégzene, ez már illene, hogy jöjjön. Nem biztatjuk a mestert? Szerintem csapjunk bele, igen, a vendégzene. András, mit hoztál? Tudom, hogy nagyon sok mindent hoztál. Hát is szerényen a Best of Ligeti című összeállításból 12 műsorszámot, úgyhogy
a kedves SMS-ező most figyeljen, mert hogyha a 11-jét tart, és nincs benne hegyni. Jaj, de úgyhogy most az, a Verdi Requiemből, a Dies Irae tételből csak egy részlet. Hallgassuk. És itt vagyunk ismételten, a Capriccio-t hallgatják. SMS 20 9986986. Kiváló volt. Komolyan. Hát ugyanaz elejére azt mondtad, hogy erre se tudsz joggingolni, vagy tudnád joggingolni. Nem, bocsánat, az András mondta, hogy erre se fogsz joggingolni. Csúsztad, de ezt a diszkriminációt ezt kikérem magamnak. Nagyon tetszett, komolyan. Végre nem egy ilyen uncsi lassú szörnyeteg volt. Ez lassú, csak hangos. Jó, de hát azért itt volt katarzis, ha a megfelelő kifejezéssel szerénykedek érni. András, neked van egy zenekarod, már elég régóta ez a Matáv Szimfonikus Zenekar, amelynek az igazgatója vagy. Ezt hagyjuk most, ha nem akarsz róla beszélni. Én ezt megértem, a helyzetben viszont, ami az én kérdésem lenne, hogy szerinted Magyarországon ez a sok-sok zenekar meg fog élni hosszú távon? Mert hogy nagyon sok zenekar van Magyarországon. Hát én azt hiszem, hogy ha nem is könnyed, de meg. Van erre kereslet? Nem. Nincs. De hála Istennek maguknak a kísírják majd maguknak a pénzt, vagy senki nem meri majd megszüntetni őket, vagy mitől? Én az emberi gyávaságból bízom, tehát hogy minden olyan cég élén állnak olyan emberek, akiknek sznobizmus inkább. Módjuk bánnak ki mondani azt, hogy akkor köszönjük szépen. Nincs szükség erre a zenekarra, de ezek az emberek hála jó Istennek ehhez gyávák. És ennek én nagyon-nagyon örülök, és akkor valahogy. Tehát szerinted nem fog megszűnni Magyarországon zenekar? Nem, pedig minden jel arra mutat és mutathat, hogy irreálisan sok az egyfőre eső zenekar. Most Ausztráliában egy zenekar jut 2 millió emberre, igen. És egy karmestert is rendszeresen képeznek a Zenakadémián? Hogyne, hát van egy. És akkor mit csinál a többi karmester, akinek mondjuk nincs zenekara? És mondjuk egy vonos négyes nehéz elvezényelni, ahogy ezt a Bálint mondta. Hát egy karmester zenekar nélkül halott. Jó esetben tud, mint korrepetitor operánál dolgozni, de hát akkor is a hosszú távú vágya nyilvánvalóan az, hogy dirigáljon. Ez is irreálisan sok. Mégiscsak kanyarodjunk vissza egy percre a Matáv zenekarhoz és a karmesterekhez, illetve ahhoz, hogy a karmester most vezényele, vagy a vezérésen túl énekele, játszik-e hangszeren, vagy mi a helyzet. Mégpedig azért, mert a Matáv zenekar meghívott egy énekest, ősszel lesz Hozé Kurá, a Matáv zenekart fogja vezényelni, aki egy nagyon ismert énekes, még kevésbé ismert karmester, de valószínűleg az akar lenni. Az én kérdésem az lenne, András, hogy ez azért történt, mert ez jó publicitás a zenekarnak, vagy mert tényleg tud vezényelni Kurá?
Én azt hiszem, hogy is. Természetesen én a második pontot tartom fontosabbnak, tehát egy rendkívül érdekes és színes egyéniség, aki a pályája csúcsán már elkezdett abban gondolkodni és abban zenélni, amit esetleg idősebb napjain is tud művelni, független attól, hogy a Voce milyen állapotban van. Azon kívül, amennyire én őt ismerem, egy nagyon univerzális... Te őt láttad már vezényelni? Igen, láttam. Tehát azért úgy sőt, énekelt és vezényelt, és fel is alá járkált. Igen, sőt, Madridban pedig hál' Istennek a közönséggel is perlekedett. Igen, egy abszolút művelt zenész, utoljára énekelni kezdett el, tehát az utolsó stáció a zenei karrierjében, az másképp, hogy aztán abból lett. Karmesterként kezdett? Igen, ő hangszereket tanult, zeneszerzést tanult. Mert azt tudom, hogy bodybuilding-el foglalkozik elég régóta, én azt hittem, hogy úgy kezdett a fitness teremben. De egyen több adalék a karmesterséghez, úgyhogy... Igen. Jött egy nagyon kedves SMS, azért kedves, mert az én kérdésemre válaszolt, amit nagyon kihizgatom 62 perccel ezelőtt, de én nem ismerek mindenkit. Van sok-sok név, ezt én gyorsan felolvasom, és... Azt kérem, András, hogy kommentáld. Mindegyikhez mondja, egy mondatot, maximum. Zavallis, Wolfgang Zavallis. Abszolút pontos, megbízható. Toscanini, a nagy Toscanini. A karmester. Walter Bruno. A muzsikus. Meriner, Neville Meriner. A gondolkodó. De lesz igaz már. Giulini, Carlo Maria Giulini. Carlo Maria Giulini. Hát a... zsenialitásra fejlesztett pozőr. Otto Klemperer. Ki tudom ejteni, csak azért mondtam. A nagy öreg. Furtwängler. A még nagyobb öreg. Hát most egy nagyon nagy öreg jön egy derék azeri örmény, Herbert von Karajan. Hát... Jó, menjünk tovább. Na, csak úgy hirtelen a hideg kirázott a félelemtől. Böhm. De nem a György. Doktor Böhm. Doktor Böhm, jó. Shorty. Hát ő Szőr. Szőr és Szél György. Ő egy... Juventus. Nem tudom, egy nem eléggé elismert zseni. Jó, most azért itt nem számoltam, hogy 10 volt, de ne köszönjük hallgatónak. Tényleg. Egyet ki tudsz emelni közülük, akinek mondjuk a felvételét most szívesen meghallgatná. Nem fogjuk meghallgatni, de aki az a név, amit valami miatt nagyon becsülszeret. A te vendégkarmestered. Szívedhez közel áll. Hát azt hiszem, hogy ez egyértelműen Toscanini. A karmester, azt hiszem az volt, ugye, amit mondtál róla. Igen. Nem a muzsikus feltétlenül, hanem a karmester. Tekerünk tovább. Egyébként ez a tekerés, ez nagyon-nagyon kedvelt lett, Zoli. Nem tudom, hogy igen, de... hallottad-e, hogy future tekerés, valami ilyesmit hallottam valamelyik délelőtti műsorban a kafénak. Van future tekerés is. Rá. Igen, mert mi arra gondoltuk, hogy a rádió tekerék erre a hullámsávra, és lenne tekerék róla. Zoli, nem kezdeményezek, csak egy nagyon rövid történetet hadd mondjak el, mert már többször elhangzott, hogy egy vonós négyes kell vezényelni, vagy mekkora zenekart kell, vagy illik, vagy szokás, vagy feltétlenül fontos. De nekem van egy nagyon kedves történet, egy prominens magyar zenekar hosszú-hosszú évekkel ezelőtt járt egy német turnén, hiszem, hogy a 70-es éve környékén, és megérkeztek késve, Ikarusszal ledöglött ötször egy koncertteremben, és próbanékű, azt hiszem, még frakot sem tudtak húzni, beültek, és elkezdték játszani a Liszt Léprerüdöt, körülbelül úgy századszor életük során, és a karmesterük dirigál természetesen. Majd egyik pillanatra másikra egy áramszünet, de totális áramszünet, zenészek játszották tovább teljes sötétségbe, és így ment ez perceken keresztül, majd egyszer csak fény. És ott a karmester. És a karmester ugyanúgy dirigált behuny szemmel és teljes átélése, mint a mi sem történt volna. És mindenki. Gondolta, hogy tök sötét vagy, és a karmester tényleg őszinte hittel dirigált, és a kutya nem láthatta. De hát érezte. Pontosan a kisugárzás, az aura. Ahogy mondtad, a hátadon tudod, vagy pedig az oldal szemeid. Ehhez nagyon értek lejáratni a saját szakmámat. De ne, hát azért... András, te, aki jár a koncertjeidre, föltűnt. Tudom, hogy tőlem is meg szokták kérdezni, úgyhogy ez kifejezetten szemet szúr az embereknek, hogy te sportot űzöl abból, hogy nem dirigál semmit kottából. Ez miért van?
Hát ezt most hadd kérjem ki magam, én nem üzök ebből sportot, hanem... Akkor lehet, hogy csúnyán fogalmaztam, azt mondtam, hogy téged szinte nem lehet látni kottából dirigálni. Nem, engem kifejezetten ideges és zavar, útban van, félek, hogy memória zavarom lesz, szóval... Megzavar. Akkor a kottától az memória zavarom lesz? Mennyi, hány darabot tud fejből ligeti, emígyen? Fogalmam sincs, sok század biztos. Ezzel is nem, lehet. Nem számoltam. Tényleg nem számoltam. Ilyenféle, az ember zenében él ilyen sokat, akkor a csönd, mint olyan, ahhoz ez egy ilyen idétlen szó, hogy milyen a viszonyod, de nem egy vonzó partner az élet hátra lévő részében? De ha soká tart, akkor zavar, akkor félek. Szoktál zenét hallgatni? Nagyon ritkán. Nagyon ritkán. Ennek mi az oka? Nincs időd, vagy idegesít? Nincs időm, egyrészt, másrészt idegesít, harmadrészt pedig félrevezet. Tehát, azaz, hogy? Tehát, hogy mondjam, én szórakozásképpen, tehát háttér zajnak nem tudom a zenét elfogadni, mert... Hanem odafigyelsz, tudatosan... Most, hogyha odafigyelek, akkor már úgy érzem, hogy lopok is, és... Ez a félrevisz egyébként, ez egy nagyon érdekes gondolat, ezt én sok művésztől, nem feltétlen csak karmestertől, előadó művésztől, hangszeres művészektől meg szoktam kérdezni így magánbeszélgetéseken, hogy miért van az, mert a 90%-uknál ez a helyzet, hogy nem hajlandók meghallgatni felvételeket, más felvételeit, mielőtt ők elkezdenek egy darabot tanulni. Tehát én abból indulnék ki, nem teljesen laikus adja, mert amelyet én is zenéltem valamit, hogy az ember egy szűz művet elkezd tanulni, akkor szívesen meghallgatja, hogy azt mások hogy játsszák. Egészen és utána addig, kialakítja a saját maga véleményét. Egészen addig, amíg te meg nem csinálod, utána mindenki más idegesít. De nem, de akikkel én beszéltem, 90%-ban nem mennek el másnak a koncertjére, nem hallgatják meg lemezen a felvételt, hanem ők saját maguk fölépítik. Ez nálad is így van? Én nem. Én ezt nem osztom, és nem is hiszek benne, hanem egyszerűen a sorrend más. Tehát én úgy gondolom, hogy ha én egy zeneművel foglalkozom, és nekem arról kialakul a jó, rossz, bármilyen elképzelésem, akkor utána tanulságképp mindenképpen érdemes meghallgatni más. Én lehetőleg élő, én az élő felvételeket szeretem, vagy mondjuk a koncerteket, de ha ez fordítva történik, akkor óhatatlanul megőrülsz. Tehát most akkor kezdj el válogatni, hogy egyéb iránt kis rossz májussága hadd jegyezzem meg, hogy láttam olyan kollégám, nem karmester, hanem hangszeres kollégám kottáját, ahol ütemenként be volt írva, hogy itt a helyfetsz, mit tudom én, lassít, menuhinak gyorsít, az halkan, ilyen metronom, olyan metronom, hát be lehet bolondulni. Hát ez ilyen puzzle kópiákból nem lehet összerakni egy zenedarabot. Köszönjük a választ, 10 pontos volt legalábbis részemről. Elfogadom, azt mondom, hogy Hummel, erre mit mondasz? Johann Lepomuk. Tornacipő. Fejér Zoltán válasza. Megint csak 10 pontos karnagyúr válasza Hummelre. Rondó kapásból. Jó zeneszerzőnek tartod? Nagyszerű. Sziporkázó. Miért játszák olyan keveset? Én is. Mert van jobb. Bálint írtad nekem, hogy micsoda mesterei voltak, kérlek szépen, Mozart és egyben Salieri is. Hát arról nem beszélve, hogy az Eszterházi Herceg Kismartoni zenekarának volt helyettes karmester, ha már Haydnről szó volt itt sokat, ugye ő volt ennek a bizonyos Eszterházi zenekarának. De hogy lehet, hogy már Mozart is tanított, egy Salieri is? Hát meghalt szegény Mozart, és utána Salieri hagyományozta, úgy gondolom én ezt. Ezt is elorozta? Ezt is elorozta. Ez a Salieri nem bírt magában. Vezényeltél-e már Hummelt? Nem hiszem. Bármilyen Hummel művel. Igazából nem írt olyan darabokat, ami... 9 operát, mondjuk azt lehetne vezényelni, 7 zongora versenyt, azt lehetne vezényelni meg. De nem vezényelt. Ez egy nagyon pici együttesre íródott darabok. De az a baj, hogy ő tényleg beszorult a sok jó közé, akiknek nem lehet az árnyékát elviselni. Pedig csak tényleg egy paraszhajszányival nem annyira zseniálisabb, mint amennyire zseniálisabb az, aki pontosan az a parasz hajszálival tudott elhúzni. Hát most fogunk hallani hamarosan legalábbis az adás zárásaként egy Hummel művet, de mielőtt ezt fölkonferálnánk, Zoli, mit mondják? Elbúcsúzunk Andrástól, hát vagy nem, még van nem, valami utolsó, egy másodperces kérdésünk? Itt tartanák, először is arra biztatják, hogy egy összeszokott társaságnak persze nem kell elvileg, de igenis kell karmester, úgyhogy... Mondja ezt az SMS-ező. Igen, nagyon kedves, egyrészt hallgatja, másrészt pedig a vonos négyes dilemához hozzászólt is. Én el vagyok ragadtatva. Köszönöm szépen, remélem, hogy a hallgatók is...
és jövő héten kedden is 10 órakor Capriccio, Batta András, aki muzikológus, egy igazi zenetörténész lesz a vendégünk, mellesleg a Zeneakadémiának a rektor helyettese, és ő elfogadta meghívásunkat, úgyhogy őt fogjuk üdvözölni. Most pedig megköszönjük. Maga Zsoldos Dávid és Nagy Bálint kettősen lép fel. Jól mondtam, Fejér Zolit, de én telefonálom, és SMS-ek nektek, jó, folyamatosan összeállítom azt a 11 karmestert, akit ki nem állhatok. Szerintem a 11 muzikológus legyen a jövő héten. Én tudom, hogy élő, de miért nem szabad, miért van ilyen műtapintat, hogy nem lehet élőről mondani valamit, amit egymásokat úgyis elmondjuk, vagy a kint ülsz a nézők között. Szegény Hummel olyan jó zeneszerző volt, és nem fogjuk tudni ezt a nyomorult, mert a Mozart és a Salieri, a őt se hagyta, látod. Hát ez az. Köszönjük. András, Ligeti András volt ma este a vendégünk, hegedű művész valamikor, és karmester jelenleg. Utazó nagykövet, köszönjük András, hogy itt voltál. Tehát jövő héten kedden 10 órakor találkozunk, most pedig Hummel Ezduk trombita verseny harmadik tétel, a nagy Maurice André és a nagy Herbert von Karajan vezényletével.